ünnepség, Kis István pápai prelátus lett Nyíregyháza új díszpolgára. Kantémusz, 20-án zárt a 14. Nemzetközi Kórusfesztivál. Állami elismerés, kitüntetést kapott a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének igazgatója. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Több helyszínen színes programokkal készült az önkormányzat államalapító Szent István ünnepére. Az ünnepi műsornak a Váci Mihály Kulturális Központ biztosított teret, ahol a polgármesteri köszöntőt és a kenyérszentelést követően kiderült, Kis István pápai prelátus lett a város új díszpolgára, öten pedig Incédi György életműdíjat kaptak. Az ünnepi műsort a Kantémusz kórus adta. Ünnepélyes zászlóbehozatallal indult az önkormányzati ünnepség. A Nyíregyházi Központú Magyar Honvédség második Vitéz Vatai Antal területvédelmi ezred katonáinak szolgálatával. A himnuszt követően a város polgármestere mondott ünnepi beszédet. Dr. Kovács Ferenc megfogalmazta, Szent István óta ez a nép már sok nehéz időszakot átvészelt, s mindig talpra állt. A polgármester ugyanakkor államalapításunk ünnepén sem mehetett el szó nélkül a világban most zajló események, napjaink történései mellett, ám előbb az eredményeinkről ejtett néhány szót. Az elmúlt egy évtized munkájáról, s arról, hogy ez a fejlődés az elmúlt két pandémiás évben is töretlen volt. Gondoljunk arra a nagyszabású útfejlesztésre, amely napjainkban is zajlik, az intézményi felújításokra, sóstó fejlesztésére, az új munkahelyteremtő beruházásokra. Ezek mind a nyíregyháziak életkörülményeit javítják. A turizmus egyik olyan húzóágazat, amelyben nagyon jó eredményeket értünk el az elmúlt években. Ez a vendégészszaka számokban és a kiérdemelt szakmai elismerések számában is megmutatkozik. Az út és csomópont fejlesztések mind hozzájárulnak a gazdaságélénkítő beruházásokhoz, a minőségi munkahelyekhez, a jobb megélhetéshez, a fiataljaink itthontartásához. Csak úgy, mint az oktatási nevelési intézményünk színvonala, a parkok, kondiparkok, játszóterek nagy száma, a fiataljaink és az időseink támogatása, és még hosszasan sorolhatnánk. Most, amikor felidézzük a Szent Istváni jövőbe tekintést, szeretném a figyelmükbe ajánlani. Milyen hasznos előrelátó döntés volt a bölcsődeink, óvodáink, iskoláink, intézményeink energetikai felújítása. Amikor körülbelül 10 évvel ezelőtt elkezdtük ezt a munkát, már akkor is a minél takarékosabb üzemeltetés volt a legfőbb cél, mely ma, amikor az energiaválság foglalkoztat mindenkit, különösen visszaigazolódik. A polgármester hozzátette, senki nem gondolta, hogy a világjárvány negatív hatásai után még nagyobb nehézségek jöhetnek. Elemi erővel hatnak azok a globális nehézségek, világgazdasági válság, energiaválság, a szomszédunkban zajló háborús konfliktus, a mérhetetlen szárazság és aszály, amelyek országunkra és a magyarságra, a nyíregyháziakra is nagy terhet rónak. Mint mondta, az ukrajnai háború kirobbanása után megalakítottunk egy humanitárius csoportot, és elkülönített az önkormányzat egy segélyalapot, mert saját eszközeinkkel is tennünk kell a még nagyobb humanitárius katasztrófa kialakulásának elkerüléséért. A polgármester végül azt kérte a hallgatóságtól, hogy az ünnep után visszatérve a hétköznapok feladatai közé, tartsák meg a hitüket és az elszántságukat, azt kívánva, hogy Szent István hagyatéka adjon erőt a következő időszak kihívásaihoz. Hazánk születésnapján az a kérdés is jó, ha felmerül bennünk, hogy hogyan szeretem én a hazámat, mit jelent számomra. Jól szeretem-e, igazán szeretem-e? A városvezetői beszédet követően az új kenyér szentelése következett a történelmi egyházak képviselőinek részvételével. Az 5 kenyeret megáldottad, és vele 5000 embert megelégítettél. Áld meg ezt a kenyeret, hogy az abból részesülőknek szolgáljon testi és lelki javukra most és mindenkor, és örökkön. Az ünnepi műsort a nyíregyházi Kantémusz gyermekkar adta, melynek aznap számos ország kórusával együtt még egy fontos jelenése volt, hiszen szintén szombaton tartották a 14. Kantémusz Nemzetközi Kórusfesztivál záró gáláját a Continental Arénában. Az önkormányzati ünnepségen is nemzetközi vezényléssel léptek a közönség elé.
Nagy érdeklődés kísérte a városi kitüntető címek átadását. Nyíregyháza közgyűlése kimagasló tevékenységéért, megbecsülése és tisztelete jeléül ebben az esztendőben a Nyíregyháza város díszpolgára címet Kis István pápai prelátus plébános hitoktató részére adományozta, aki 62 éve végzi nagy odaadással papi hivatását. 1989-ben érkezett Nyíregyházára, a Szent Antal plébániára. Előjárói megbízásából ekkor kezdte el építeni a főegyházmegyei papi szociális otthont, amelynek 15 évig vezetője volt. A rendszerváltást követően templomot, kollégiumot, szociális otthont építetett városunkban. 1992-ben az általa vezetett plébánia lett a Szent Imre Katolikus Gimnázium alapítója és fenntartója. Építői tevékenységének koronája a kertvárosi templom megépítése volt. Nyugdíjba vonulásáig nagy szeretettel végezte hitoktatói tevékenységét. Jelenleg is aktív, misézi, gyóntat, keresztel, lelkitámaszt nyújt a szociális otthon lakói számára. A jelmondatom annak idején az volt, ezt írtam 1960. június 19-én a emlékképre, amit a híveknek szétosztottam. Én szívesen hozok áldozatot, sőt, magamat teljesen feláldozom a ti lelketekért, és ez a szellem, ez a lelkület töltötte be az itteni pályafutásomat. Nyíregyháza közgyűlése magas színvonalú tevékenységéért megbecsülése jeléül az Incédi György életműdíjat 5 személy részére adományozta. Dr. Hudákné Fábián Nóra Csilla közel 4 évtized végez példaértékű oktató, nevelő és rendezvényszervezői tevékenységet Sóstóhegyen. 36 éve a Szabó Lőrinc tagintézmény tanára, és immár 12 éve vezeti a gyerekek és iskolák nagy megelégedésére a Nyírvévi által Szigligeten üzemeltetett Nyíregyháza város gyermektáborát. Racskó András a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház volt környezetvédelmi csoportvezetője. 1975-től 2022 áprilisáig dolgozott az ország egyik legnagyobb, közel 5000 főt foglalkoztató egészségügyi intézményében. Skarbét Józsefné több mint 3 évtizede elhivatottan szolgálja a magyar óvodapedagógiát. A Nyíregyházi Egyetem óvodapedagógus szakán hallgatókat tanít. 2022-ben pályázat útján újra kinevezték a Gyermekek Háza déli óvoda intézményvezetőjének. Csók István, épületgépész, gázkészülékszerelő, gázüzemi üzemvezető, városunk első választott polgármesteréhez, Incédi György szelleméhez méltón testesíti meg személyében és cselekedeteivel mindazt a jót, ami egy ilyen rangos kitüntetésre javasolt személytől elvárható. Dr. Papp Károly 1999 óta vezeti a Józsa András Oktatókórház szülészet-nőgyógyászati osztályát. Többek között a műtéttechnika fejlesztése, a nőgyógyászati onkológiai ellátás megszervezése és fejlesztése, a halvaszületés megyei arányainak javítása fűződik nevéhez. Erőfeszítései eredményeként a szülészet-nőgyógyászati osztály, a megyei nőgyógyászati ellátás, a terhes gondozás és rákszűrés országosan elismert szinten működik. A kitüntetések átadását követően az önkormányzati rendezvény a szózat eléneklésével zárult. A Szent István napi ünnepség sorozat este 7:30-tól a Kossuth téren folytatódott, ahol a Swing a la Django fellépése után Pápai Jóci adott nagy koncertet. Este 9:30-tól pedig tűzi játékban gyönyörködhettek mindazok, akik Nyíregyháza belvárosát választották augusztus 20-án. Jó egy hete érkeztek a 14. Cantemus Kórus Fesztivál és Mesterkurzus vendégei Nyíregyházára, a Cantemus Kórus Intézmény és a Kodály Zoltán Általános Iskola meghívására. A kényszerű 2020-as szünet után kételyekkel, de bátran fogtak a 14. nemzetközi találkozó szervezéséhez. Már tavasszal eldöntötték, hogy idén is lesz ünnepi nyitóhangverseny, megyejárás, folklórest és zárógála koncert. Nyolc ország 800 énekese volt a 14. Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztivál és Mesterkurzus vendége. Észtországtól Amerikáig görög, török, spanyol és olasz énekkarok szerepeltek. A hazai két vendégegyüttes, illetve a Cantemus Kórus család 6 énekkara mellett. Augusztus 15-én a magyarok nagyasszonya társszékesegyházban rendezték a nyitó eseményt.
városnak a hírét ez a Kantémusz, ez a Nemzetközi Kantémusz Fesztivál, az csak öregbíti, viszi előre, hiszen nagyon sok országból érkeznek hozzánk. Látják Nyíregyháza fejlődését, látják a szép városunkat, megismerkednek velünk magyarokkal és a nyíregyháziakkal. Szóval nagyon fontos az, hogy a mai bonyolult világunkban a kultúra, ráadásul egy ilyen helyen, egy ilyen megszentelt helyen, egy templomban, az az embernek az épülését, egy kicsit a kikapcsolódását, a feltöltődését is szolgálja, és ne csak egy szakmai előadás legyen, hanem legyen ez egyfajta olyan öröm is, amely az embert egy kicsit ki tudja szakítani a mindennapjaiból. Én ehhez szeretnék nagyon jó erőt kívánni ehhez a héthez, a Kantémusz család tagjainak, az a nagyon sok előadáshoz, amelyet nem csak így Nyíregyházán, hanem a megyénkben, illetve a megyénk határain túl is szerveztek és megtartanak. Önöknek pedig, tisztelt hölgyeim és uraim, egy nagyon jó felüdülést és nagyon jó szórakozást kívánok. Zászlótengert fogadta csütörtökön a hagyományos belvárosi folklórest szereplőjét és közönségét, ahol parád és nemzeti jellegű műsorral szórakoztatták egymást és a hallgatóságot a dalosok. Az esti program előtt a karvezetőknek adott fogadást városunk polgármestere a Városháza nagy termében. Nyíregyházán hagyománytisztelő és művészetkedvelő emberek élnek, és a Kantémusz kórus családot pedig ezen kategórián belül is kiemelten elismerik és szeretik, és nagyon örülünk, hogy Magyarország nemzeti intézményévé is vált már évekkel ezelőtt, ami nálunk a mi országban a legnagyobb elismerést jelenti. Kantémusz kórus család egy élő példa arra is, hogy hogyan lehet a tehetségek, lehetőségek felhasználásával és kitartó áldozatos munkával olyan értékeket létrehozni, amelyet nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban elismernek. Ezt bizonyítják a díjak, de azok az a szeretet és elismerés, amellyel a kórust fogadják szerte a világban. Én nagyon bízok benne, hogy a fesztivál alatt ebből a szeretetből és vendégszeretetből valamelyest tudunk viszonozni önöknek is. Szabó Dénes köszöntőjében utalta a világjárványra, amely a közösségeket sújtotta a legjobban, különösen a kórus mozgalom életben tartása bizonyult speciális okok miatt is a legnehezebbnek. Utalt 72 korára és arra, hogy 6 éve Hongkongban életműdíjat kapott, 8 éve pedig a kórus éneklés Oscarját Arezzóban. De úgy érzi, ez csak fél életmű, és van még akarata a következő fesztiválok megszervezésére is. Érezzék azt, van értelme csinálni, van még hely a világon, ahol ennek értéke. A háborúra nem számítottunk, ennek nem látjuk a végét, de mi most inkább egymással törődjünk. Énekünkkel szolgáljuk a végét, és majd 20-án énekeljünk együtt, énekeljük el azt a himnuszá vált magyar dalt, ami az összetartásnak egy nagyon szép. Kicsit szűkebb körben, ugyan de a megszokott koreográfia szerint zajlott a 14. Kantémusz Nemzetközi Kórus Fesztivál 800 lelkes dalossal, akik örültek, hogy itt lehettek és találkozhattak Kodály országában a házigazda énekkarokkal. 2 év múlva ugyanígy szóltak a búcsú hangjai az augusztus 20-ai arénás záró gála koncert után. Kitüntetést vehetett át Novák Katalin köztársasági elnök megbízásából Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztertől Kurály Edina, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezetének igazgatója, múlt héten pénteken az államalapítás napja alkalmából tartott ünnepségen Budapesten 4 másik nyíregyházi kitüntetett mellett.
A méltatásban elhangzott az elismerést a rászorulók támogatása, különösen az Ukrajnából érkező menekültek megsegítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként ítélték neki oda. A Magyar Vöröskereszt csak az ukrán-orosz háború kitörése utáni első hónapban közel 130 ezer menekültet látott el, és 48 tonna adományt juttatott el a szomszédos országba. Ezek a számok azóta sokszorosára nőttek, hiszen mindvégig elsődleges céljuk volt, hogy minél hatékonyabban vegyenek részt a menekültek fogadásában és ellátásában. Az elmúlt fél évben nagy teher hárult a megyei szervezetre is. A legnagyobb feladat az az volt, amikor az összes határátkelőn gyakorlatilag, ahogy átértek a határon a menekülők, lepakoltak és várták azt, hogy valaki értük jöjjön, vagy valami történjen velük. Akkor hirtelen ennek a tömegnek az ellátását, az irányítását kellett megoldani. Ebben természetesen nem csak a Vöröskereszt vett részt, azokon a határátkelőkön, amiért mi vállaltunk felelősséget, a kormányzati szervekkel együttműködve, illetve a helyi önkormányzattal együttműködve dolgozunk a mai napig is. A megyei szervezet a Lónyai segítségponton továbbra is ellátást biztosít, de ott vannak a Csengersimai úgynevezett ellátóponton is. Mindezek mellett pedig részt vesznek a megyében tartózkodó menekültek ellátásában. A múlt hét pénteki állami ünnepségen többek között a háború kitörése óta végzett munkáért vehette át a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést a megyei igazgató. Azt mondja, ez az elismerés a kollégáit is megilleti, hiszen amikor a humanitárius válság elkezdődött, végig csapatként működtek és működnek együtt. Óriási megtiszteltetést jelent számomra, főleg azért, mert nem csak a Vöröskeresztet, hanem ezen belül a Szabolcs megyei Vöröskeresztet képviselhettem egy állami ünnepségen, annak kapcsán, hogy az Ezüst Érdemkeresztet megkaptam. Én mindig úgy érzem ilyenkor, hogy ez nem csak az enyém, hanem a kollégáimé is, hiszen bármilyen feladatot elvállalhatok megyei igazgatóként, viszont hogyha nincsenek körülöttem olyan emberek, olyan munkatársak, akik ebben a feladat megoldásban vagy a probléma megoldásban partnerként tudnak velem együttműködni, akkor ehhez én nagyon kevés vagyok. Én mindig hittem abban, hogy csapatként kell együttműködni, ez így nézett ki akkor is, amikor a humanitárius válság elkezdődött, elindult. A Vöröskereszt megyei igazgatója mellett Nyíregyházáról Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapott még Szabó Ildikó egykori atléta, olimpiai 5. helyezett távolugró. Magyar Érdemrend lovakkeresztet vehetett át Grunda János görögkatolikus pápa, Nyíregyházi Egyházmegye oktatásügyi tanácsadója. Szintén állami elismerést kapott dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett professzor, művészettörténész, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének egyetemi tanára, valamint Vajda Tamás mesteredző, a Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézetének egyetemi docense is. Megkoszorúzták a Nemzet Művész Emléktábláját a Szent Imre Katolikus Iskolában. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Vasárnap Sustóhegy és Kemecse között két személygépkocsi ütközött. A baleset következtében egy ember beszorult a járműbe, őt a tűzoltók feszítővágó eszközzel mentették ki az autóból. A sérültet a mentők kórházba szállították, a rendőrség teljes útszár mellett vizsgálta a baleset körülményeit. A szélső Bokori út felújítási munkálatai tovább folytatódnak a szegélykövek lerakásával. A munkálatok idején irányonkénti jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, sebességkorlátozás mellett. A Derkovics utcától Dugonics és a Prága utca közötti szakaszon lezárták az átmenő forgalom elől. Csak az ott lakók hajthatnak be, de kérik őket, hogy ezt fokozott figyelemmel tegyék. A Hunyadi utcán a László utca és a Vaj Ádám körút között szegélykőcsere és közmű fedél szintbe helyezése folyik. Napközben egy sávra szűkül az úttest, sebességkorlátozó tábla van érvényben az adott útszakaszon. A Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház és annak partnerintézménye a Mandala Dalszínház képviselői koszorúzták meg a Nemzet Művésze emléktábláját a Szent Imre Katolikus Iskolában. A művész gyerekkorában városunkban élt, és itt töltötte iskolás éveinek egy részét.
Nem is gondolná az ember, mennyi szállal kötődik Nyíregyháza és az itt élő emberek Zente Ferenchez, a nemzetművészéhez. Na, a Szent Imre baráti kör állított emléktáblát a Nyíregyházi Katolikus Iskola bejárata mellett, melyet a centenárium évében szerettek volna megkoszorúzni a ráemlékező művészek, de a pandémia miatt ez 2020-ról az idei évre csúszott. Többen szóltak arról, milyen emlékük van Zente Ferencről. Sokan adják első válaszként, hogy a tenkes kapitány az tényleg ott van, és ez rímel is egyébként az idei nyárra, hiszen mi vendégül láttuk a tenkes kapitányát a Magyar Nemzeti Táncegyüttestől. Hát nem is tudom elmondani, hogy hányszor néztem meg a sorozatot, és hihetetlen nagy élmény, de hát sok más alakítása is Zente Ferencnek. Ha már itt tartunk, egyébként a Mandradalszínház első darabja, ugye a József és a bűvös kabát, a Madách színházas verzióban, amit mi többször megnéztünk előtanulmányként, mielőtt bemutattuk volna a Józsefet, Zente Ferenc alakította Jákobot. Hasonló a mandala működéséhez a Zente Ferenc Színház, azzal a különbséggel, hogy ők megkapták a kiemelt kategóriát, és az intézményes színháznak megfelelően állami támogatásban részesülnek. Nógrád megye színháza Salgó-Tarjáni központtal, de vendégek ők szerte a megyében. Többször jártak már Nyíregyházán is a mandala nyár programjában, de a mandalások is voltak Salgó-Tarjánban és másik játszóhelyen, Széchenyben is, például a Hippolita lakály című darab. A sok kapocs vetette fel a centenáriumról elcsúszott emlékezés ötletét, így került sor hétfőn délután az emléktábla megkoszorúzására, hiszen a Zente Ferenc Színház ezen az estén éppen a közelben Tokajban vendégeskedik, az 50. írótábor megnyitóján. Műsoron Sütő András, Káin és Ábel című darabja. Megtiszteltetés, hogy a nemzet színészének nevét viselhetjük, és kutya kötelességünk egy ilyen nagy formátumú művészi hitvallását, hagyatékát életben tartani, mert azt tapasztaljuk, mi egy olyan színház vagyunk, amely nem csak Salgó-Tarjánban és a régióban van jelen, hanem küldetésszerűen az országot is, sőt mondhatnám a Kárpát-medencét is járja előadásaival, és bárhol is járunk, azt látjuk, hogy végtelen tisztelet és határtalan szeretet övezi. Nyilván a filmes alakításai révén beírta szerintem a közönség, tehát a közönség szívébe belopta magát, generációk szívébe tenkes kapitányról, kapitányáról, vagy a jobb lázadásáról, vagy uram bocsá, hogy az én generációmat is mondjam, a Taki bácsi megformálójaként is azért letette névjegyét. A Zente Ferenc Színház legutóbb az Apácákkal járt a mandala nyár programjában, de voltak már itt a Koltai Róbert által rendezett Lovagias ügyel, vagy a Mikó István jegyezte Nem élhetek muzsika szó nélkül című zenés vígjátékkal, így közös művészük is van a mandalával. Zente Ferenc szülőhelye Salgóbánya, Salgó-Tarján egyik városrésze ma, amiről Nyíregyháza mellett kedves emlékként beszélt egy korona művész, így ér körbe a gyerekkor és az iskola. Évek. A Szent Imre Katolikus Gimnáziumban nagy szeretettel és örömmel ápoljuk jogelődünk a Katolikus Királyi Főgimnázium emlékét, és nagyon büszkék vagyunk, hogy olyan személy, mint Zente Ferenc ennek az iskolának volt a diákja. Nagy öröm volt számunkra, hogy a Mandala Dalszínház, illetve a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Gimnázium megkeresett minket, hogy az iskolánk falán lévő Zente Ferenc emléktáblát szeretné megkoszorúzni. És ha már a mandalát említjük, szólni illik a Dalszínház nyári programjának zárásáról, mely csütörtökön lesz a Múzeumfaluban és a Kalapács 60 címet viseli. A születésnapos zenésszel olyan vendégek játszanak, mint Nagy Feró vagy Varga Miklós. Idén is lesz futófesztivál. Augusztus 28-án akár a félmaratoni távot is teljesíthetik a nevezők. Családi programokkal és koncerttel is várják a szervezők a résztvevőket. 2021-ben nagy sikere volt az első nyíregyházi futófesztiválnak, sokan döntöttek úgy, hogy nekivágnak a különböző versenytáv valamelyikének. Augusztus 28-án második alkalommal rendezik meg a versenyt a Vitor Szematik támogatásával, és 1, 5, 10 és 21 kilométer közül választhatnak az indulók. A legrövidebb táv a gyerekeknek szól, de lesz egy jótékonysági 1 kilométeres táv is. A futam bevételével a József András Kórház gyermekrehabilitációs osztályát fogják segíteni a futók, mégpedig oly módon, hogy a befolyt teljes összegből a piros orbóhoz doktorok fogják szebbé varázsolni a bent fekvő gyermekek napjait.
A programok vasárnap 8 órakor kezdődnek a Kossuth téren felállított színpadon egy közös bemelegítéssel, majd ünnepélyes megnyitóval. Ezután elrajtolnak a félmaratonisták, 8:40-kor a 10 kilométert választók, majd 8:50-kor az 5 kilométeres futók. 10 órától az Alma zenekar szórakoztatja a legkisebbeket a futás előtt. A jótékonysági futam 11:20-kor, a gyerekfutam pedig 11:45-kor veszi kezdetét. Az útvonal a Kossuth térről indul egészen a Bújtosi tóig, ahol az 5 és 10 kilométeresek visszafordulnak, a 21 kilométeres távfutói viszont tovább mennek a Sóstói útig, ahol egészen kis Sóstóra és a Kossuth utcán térnek majd vissza a Kossuth tér irányába. A vasárnapi versenyt szombaton egy motivációs est előzi meg. Ezúttal a Bencs Villa lesz a helyszín, és ismert sportolókat hívtak meg a szervezők, akiktől a résztvevők is kérdezhetnek. Hellebrandt Máté gyalogló mellett dr. Lubis Szilvia hosszú távfutó és ultramaratonista, az Ultra Balaton és a Spartatlan többszörös győztese, Horányi Zsuzsa és Roma Ádám pedagógusok, valamint dr. Sónyák Ádám gyógyszerész vesz részt az eseményen. A futófesztiválra előzetesen online vagy a Kossuth téren lévő versenyirodán lehet nevezni, szombaton 12 és 20 óra között, vasárnap pedig 6 órától 8 óráig, illetve a gyerekfutam esetén egészen 11-ig. A futófesztivál ideje alatt Nyíregyházán forgalomkorlátozásokra kell számítani. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer röviden. Több helyszínen színes programokkal készült az önkormányzat államalapító Szent István ünnepére. Az ünnepi műsornak a Váci Mihály Kulturális Központ biztosított teret, ahol a polgármesteri köszöntőt és a kenyérszentelést követően kiderült, Kis István pápai prelátus lett a város új díszpolgára, öten pedig Incili György életműdíjat kaptak. Az ünnepi műsort a Kantémusz kórus adta. Jó egy hete érkeztek a 14. Kantémusz Kórus Fesztivál és Mesterkurzus vendégei Nyíregyházára, a Kantémusz Kórus Intézmény és a Kodály Zoltán Általános Iskola meghívására. A kényszerű 2020-as szünet után kételyekkel, de bátran fogtak a 14. nemzetközi találkozó szervezéséhez. Már tavasszal eldöntötték, hogy idén is lesz ünnepi nyitóhangverseny, megyejárás, folklórest és zárógála koncert. Állami kitüntetést vehetett át Novák Katalin köztársasági elnök megbízásából Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztertől Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezetének igazgatója múlt héten pénteken az államalapítás napja alkalmából tartott ünnepségen Budapesten. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírműsorral legközelebb kedden jelentkezünk. További kellemes estét kívánok, viszontlátásra!